Sziasztok! Ez itt az LRT Garázs, és egy nagyon ritka paripa került be a műhelybe. Ez egy Beta GS250 1977-ből, az utolsó fémtankos, és némely apró alkatrésztől eltekintve a motor teljesen gyári. Nincs rajta üzemóramérő, akkor még nem is nagyon volt, de ha megnézzük az alkatrészeit, olyan állapotban van, hogy egyszerűen azt merem mondani, hogy kincsre leltem. Ami nem eredeti rajta, ez a hátsó teleszkóp, de valaki felrakott egy hátsó lábtartót. A teleszkópnak mint itt van a gyári befogatója, tehát az így áll a gyári gátló. Nincs rajta lámpás fejidom, és egy cross jellegű hátsó sárvédő szerelt rá valaki. A motor teljes mértékben használható és üzemképes, és nagyon megfontolandó, hogy az ember ezt restaurálja vagy sem. Én azt gondolom, hogy nincs értelme. Az eredeti bőrszíj, a tankon a matricák, a Tomaselli felirat, a Cseriani futómű elől, a kipufogó rendszere teljesen gyári, tökéletesen látni az alvásszámot benne, a markolatok, a fogantyúk, minden annyira gyári és annyira eredeti, az üléstől kezdve minden. Nem biztos, hogy van értelme, tehát ezt a patinát lehet, hogy célszerű megőrizni így, ahogy van, talán bepótolni az eredeti alkatrészeket, mint a lámpás hátsó, első hátsó sárvédő, illetve fejidom, és hát nagyon büszke vagyok rá, hogy egy ilyen motor is itt parkol az LRT garázsában, mert ez már az olaszoknál is hiányzik. Vanogat még, természetesen. Hát ez, hogy most ide került hozzám, nagy örömmel tölti el a szívemet. Még nem tudom a sorsát, használni nem fogom. Csináltam egy próbahirdetést, hogy érdekel-e valakit, nagyon kulturált áron tettem föl. Magyarországon nem hiszem, hogy ez valakit inspirálna, mert Magyarországon van egy-két ember, aki gyűjt motorokat, és nagyon kevesen használnak ilyen öreg gépeket, inkább az EB-n és a VB-n mennek ilyen endurókkal, úgyhogy lehetséges, hogy előbb-utóbb ezzel fogja hagyni a garást úgy, mint az országot. Már akkor a szívem egy picit bánatos tesz, viszont ha ez innen elmegy, valószínű, hogy versenypályákon fogjuk újra viszont látni, az meg örömteli hír lenne. Úgyhogy egyelőre itt parkol, várja a sorsát. Ez azért egy korabeli enduro, és lehet, hogy be kéne szerezni hozzá egy ilyen bőrsisakot, meg egy olyan szemüveget, egy olyan kesztyűt, talán úgy lenne teljes a kép. Hát nem tudom, még ezt majd az idő megmutatja, de egyelőre itt melengeti a szívemet. Beta 250 1977-ből. Sziasztok!